egyszerű lesz az egész. Föl kell jönni egy strandruhában, vagy egy fürdőruhában, úgyhogy ilyen egyszerű a dolog, és majd zsűrizünk. Erre itt nálunk lehet jelentkezni a színpadnál, tehát aki úgy érzi, hogy a strand szépe választáson valamelyik ismerőse vagy ő maga van helye, és hogy itt lenne a helye a ma a strandfesztiválon, jöjjön ide, meg fogjuk választani őt is. Egyelőre heten vannak, mint a törpék, a szépséget, úgyhogy bővítsük ezt a kört, hogy legyen miből csemegézni, bár ők heten is gyönyörűek, úgyhogy nehéz dolga lesz a zsűrinek, ez biztos. Lesz majd itt sörbirtli verseny a színpadon, tehát itt a nagy színpadon nem sokára, belátható időn belül, egy órán belül ezt így mondom. És fél kettőkor, azaz egy bő 3-4 óra múlva, a kis színpadunknál, azaz ott az élménybedence környékén, vizes póló verseny, vizes póló vetélkedő, így van az egyik jelentkező, már itt izgul az első sorban száraz pólóban, úgyhogy őket is ott várjuk majd, és nem sokára amerikai foci bemutatóik is lesz itt a nagy színpad előtt, de előtte akkor át is adom a szót, a képet, a hangot, a fényt és mindent, amit lehet a Rádió Eger vízműsorában. Oké, játszani fogunk. Ugye Kuka elmondta nekünk, hogy milyen nyeremények vannak, és csak a főnyereményt mondta, tehát a 100 000 forintot. Ezen kívül egyébként a szépségversenyen vannak még különböző nyeremények, vásárlási utalványok a Gász márkabolt felajánlásával, valamint a Silhouette fehér nemű is ajánlott fel, és ezen kívül pedig wellness hétvégéket lehet nyerni a Narád Hoteltől kezdve egészen a hotel Sipőkútig, úgyhogy mindenkit várunk sok-sok szeretettel. Higgyék el nekem, hogy minél kevesebben vannak, ugye annál nagyobb az esély arra, hogy valaki megnyeri ezt a strandszépe választást, de én úgy gondolom, hogy ne hagyjuk őket heten, hanem ha valaki úgy gondolja, és ami még fontos, hogy 16 éven felülieket várunk, tehát most külön nem lesz gyerekszépségverseny, vannak kisebbek is, akiket szerettek volna benevezni, de 16 év felettiek azok, akik jelentkezni tudnak tehát a strandszépe választásra. A vizes pólónál természetesen esélye van a férfiaknak is, hogyha mondjuk ők ugrálnak majd, ha trambulinon, és remeg az, aminek remegni kell, akkor én úgy gondolom, hogy akár ők is elvihetik a főnyereményt, ami ugyancsak vizes pólónál is külön, tehát wellness hétvégék vannak a Narád Hotelben, és van, puskázok még, hogy hol. Hotel Sipőkút, ugye kétszemélyes pisztrángvacs, és a harmadik helyezett pedig egy kétszemélyes vacsorát nyerhet a Casa della Pastába, ugye ez pedig ott van bent Eger szívét. Nem is megyél, csak ez, tehát az teljesen mindegy, Pákonnál, hogy valaki vöröshajú, szőkehajú, fekete, Tidi legyen és kész. Egy biztos, hogy ő biztos, hogy ott lesz a vizes. Kérlek mindenkit, hogy mivel jelentkezés sorrendje számít, meghatározó, ezért legyen cső. Itt ezen az oldalon itt mutatom, igyekszem mutatni. Aki a Rádió Egerről fogok kérdezni? Igen. Egy kis segítségre szorulna. Oké. Álljatok annyira hátra ide a színpad közepére szerintem. Hát, ha beugrik valamelyik őtök a közönség közé. Oké. Tegyük fel, én jövök, jó? Első kérdéseimmel, és akkor megyek végig mindenki, hogy tudja a választ rá. Szeretnék egy... Van is öt műsorvezetőnk, egy műsorvezető nevet a Rádió Egerből. Uka nálunk dolgozik a Rádió Egerben? Szabó Sándor, egy. Na, szájról olvasás előny. Jó, viszont jövő. Valicsek, hát nem ejtem. Tehát ez egy ilyen érdekes név. Oké. Kedvenc. Ő azt mondta, hogy én vagyok a kedvence, tehát az nem név, hogy kedvencem, hanem egy másikat kellene. De olyan hangja van a kedvencemnek. Hát a kincsem ott már foglal. Aki most jelen pillanatban például kívánság műsort vezet Szabó Sanyival. Abigail. Kása Abigail, oké. Na, akkor egy páros. Egy nevet hogy kérjek rá. Te Rádió Eger hallgató vagy egyébként? Márta. Kicsoda? Márta. Ki az a Márta? Háború. Apa, ki az a Márta? A Rádió Egerben? Bea, Tóth Bea, Nukhan, Forman Tóth Bea. Szia Bea, Mane. Oké? És innen is hagyd kérjek egy nevet. Tudom, hogy már nagyjából, hogy ki soroltuk ki, mondtuk majdnem az összes nevet. Szabó Sándor, ilyen vagy? Szabó Sanyi, te emeld már fel a kezedet, hogy te vagy az. Tehát mindenki
Szabó Sanyi. Az egyedüli fekete pólós. Itt ma, köztetek. Oké. Na, Kuka, nézzük akkor a Sanyi Fesztivállal kapcsolatos kérdéseket. Akkor ezt kipipáltuk, mindenki tudta. Igen. Mindenki tudta. Jó, akkor megyünk. Hány színpad van ma a Strandfesztiválon? Kettő. Biztos? Hú, a válasz jó. Van-e három színpad a Strandfesztiválon ma? Négy. Biztos? Biztos. És apa nem segített. Jó, tehát azért a díjat, nem? Jó, hát egy komolyabb versenyző, komolyabb kérdés igényel. Strandfesztivál fellépői közül legalább egyet kéne felsorolni. Pákó, fel is soroltuk. Fel is lehet darabolni. Pá és kóra. Pá. Jó. Strandfesztivál fellépői közül. Tegnapi napon kilépett itt fel. Szekeres fogvédet. És magától tudta, nem is kellett neki segíteni. És még egy utolsó kérdés, hát van-e büfé a strand területén? Rengeteg a válasz helyes, jó, mindenkinek sikerült a második körben a válasz. Nagyon jó, tegyük azért hozzá, hogy ugye Kuka MC és az Animal Cannibals Duo egyik tagja, tehát ők is fellépnek majd itt a nagy színpadon. 4 órakor olyat adunk, hogy a faladja a másikat. Ezt ne felejtsük el, igen, és itt lesz velünk a Bombon, hol van a társad, azt kérdezik. Ő még otthon van, mert otthon Pesten még gyomlálnia kell, úgyhogy ő később jön. Hát azért nem mindenkinek adatik meg, hogy már itt legyen ilyenkor, és hogy élvezze itt a 9. Strandfesztivált, úgyhogy beosztjuk szépen, érkezik. Nem kell izgulni. Nem, Ricsinek egyébként nagyon fontos a vidéki élet fenntarthatósága, és ezért tehénfej is, mondjuk az már korán reggel volt, mellette pedig a csirke és minden más ott van. Hát ő egy ilyen ember, él a bioért, és a jelszó neki. Ugye? Bírt a földet, tehát ezzel kapcsolatban. Hogy mindig rámenjünk egy rádiveger, jó? Tehát nem fogják elkérdezni. De azért mégiscsak mutassatok, villancsatok nekem, hogy mit van mondani. Adok még egyet, nagyon szépen. Nagyon izgulok, bögre van benne? Van. Nagyon helyes. Póló. Bögre. Gratulálok. Akkor lesz itt a bögrével leönteni, ma a póló is. Jó? Nekem vannak egyet kapnak, így volt a segítség, és itt van egy másik. Nem csak elméleti, hanem másfajta képzésben is részesültek, úgyhogy nyugodtan lehet csatlakozni hozzájuk, várnak mindenkit, hiszen nincs olyan, hogy elegendő létszám ebben a sportágban. 60-70 fő minimum kell, ahogy szépen földre vitte a támadót. Harsogom, hogy strand szépe választás, és ha jól látom, akkor most...